Lejött minden. Hát itt elég könnyen kijöttek a csavarok szerencsére. Úgyhogy nem volt gond, ezek se törtek bele. Érdemes becsavarlazítózni előtte egy nappal. És hát igen, ez is csapágyas. Lehet hallani. Amikor rajta volt a kerék, akkor úgy zakatolt. Úgyhogy ez is csere. Na, úgyhogy még kiszedem a lengés csillapítót, aztán mehet ugyanúgy a felújítás, csavarok, tengelycsonk, meg minden. Akkor megkezdem a hideg barnítózást újra. Itt vannak a csavarok, le vannak homokszórva, drótkorongozva, zsírtalanítva, ecset, akkor itt a balisztol, amit már bemutattam, úgyhogy mehet a folyamat. Elkészültek a csavarok, ezek is hidegbarnítózva lettek, szépek lettek ugyanúgy, mint az előzőek. Úgyhogy kész van. Hidegbarnítónak megmaradt kb. Fele, úgyhogy kettő ilyen garnitúrát kezeltem le, összesen négyszer, és megmaradt fele, úgyhogy nem sok kell belőle. Még marad az elsőkre is, ha azt is csinálom majd. Úgyhogy szuper. Akkor kiszedtem a szilentet a tengelycsonkból. Hát igen, ugye ezt úgy kell. A gumi az kijön, de ez benne marad, mert bele van rohadva. Ezt a prés se szedi ki. A gumit az kitolja, de ezt nem. Ezt úgy kell hidegvágóval kiütni. Persze, hogy úgy ne sérüljön a belseje, vigyázni kell rá. Szerencsére sikeresen kijött. Ja, meg érdemes becsavarlazítózni. Úgyhogy ez is kész. Mehet bele az új szilent. Aztán zsírtalanítom. És akkor mehet a festés. Akkor most megmutatom, hogy hogy kell a szílentet visszarakni is. Hát én már elkezdtem, úgyhogy már csak ennyi van belőle. Hát a lényeg itt is, hogy fogsz egy nagy anyát. Fogsz egy nagy anyát, ami ide rápasszol a peremre, és ugye nem veri szét a gumit, meg semmit, mert a peremre támaszkodik, és akkor fogsz egy csavart, alátétet, ami nem engedi beesni a csavar fejét, ezt ide rakod, arra figyelni kell, hogy rá legyen oda illesztve, ne legyen ferde, meg ilyesmi. És akkor... Hát egy kézzel nehéz lesz. Ide... raksz egy... szintén nagy alátétet. És akkor... anyát, és akkor így elkezdett húzatni.
Na most itt majd a végén gond lesz szerintem, mert nem fog kijönni teljesen, de majd megnézzük. Na, szóval. Ráillesztjük az anyát. Így. És akkor megpróbálom mindjárt megmutatni valahogy. Az a baj, nincsen hosszabb csavarom, mert ha lenne, akkor az jobb lenne. Na majd. Mindjárt. És akkor. Nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. Megpróbálom. És akkor fogod légkulcssal, aztán. Szépen betolja a helyére. Csak ugye, mint mondtam, a vége, azzal lesz a gond. Itt majd mindjárt kitalálok valamit. Készen is van. Bent van a helyén a szilent. Semmi nem sérült meg, tökéletes. Ha persze ráfókuszálna. Teljesen a szélén van. Úgyhogy ennyi. A végét úgy oldottam meg, hogy ez a kerékcsapágynak a belseje, és akkor mindjárt megmutatom. Ugye az anya csavar alátét, ez a fele, ide felfekszik, oda, és így fogja nyomni a peremet. A végén, a másik felének nem szabad felfeküdni a peremre, mert akkor nem tudja benyomni. És akkor azért kell ez a nagyobb, hogy ez is felfeküdjön a peremre, de ez a tengely csonk ház peremére feküdjön fel, ne pedig a szilent peremére. És akkor így egy másik alátét, meg az anya, amit most nem rakok rá, és akkor így össze tudod húzatni teljesen ameddig kell. Na most, hogyha véletlen túlhúzod, bár nem igazán tudod, mert az anya felütközik, de hogyha véletlen túl húznád, mondjuk valamennyire túl lehet, akkor megfordítod, akkor ide rakod az anyát, ide a másik részt, és akkor visszahúzatod egy picit. Úgyhogy ennyi. Ezt meg lehet csinálni villáskulcssal is, nyilván nehezebb, vagy valami erőkarra, de hát a legjobb a légkulcs ehhez.
És akkor nem kell prés, nem kell erőlködni hozzá, gyönyörűen behúzza a szilentet, sérülés nélkül. Érdemes előtte ugye jól bezsírozni, én rézpasztát használtam, és akkor tökéletes az egész. Úgyhogy szuper. Egyébként lesz présem is majd, ami már készül, de ez egy nagyon praktikus és gyors szerszám, hogyha nincsen prés. És tényleg kiszedés is egyszerű, akkor berakás vissza is. Úgyhogy ennyi. Hogyha hosszabb a csavarod, hát nekem nincs hosszabb csavar, akkor egy krovafejet használsz, ami szintén felfekszik rá, és akkor meg van oldva. De nekem most ez volt, mert a krovafej hiába van, hogyha nem éri át a csavar, mert nincs hosszabb csavarom. Érdemesebb, erősebb csavart, mert ez már szétment, úgyhogy ezt lehet is eldobni, ez 8.8-as. Ja, úgyhogy ennyi. Nos, hát mivel találtam itt a toronyban rozsdát, ezért úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom. Lehomokszórom, meg lecsiszolom, igaz, már rá van homokszórva, csak berozsdásodott vissza, mert nem alapoztam még le. Úgyhogy még homokszórom, aztán lealapozom. Addig viszont a féknyerget is lefényezem. Le van maszkolva, ahol nem akarom fényezni. Meg le van már zsírtalanítva, úgyhogy már csak le kell fújni. Ez az új féknyereg. Úgyhogy ezt csinálom. Lesz ideje legalább száradni. Meg úgy mindennek. Úgyhogy most ez van tervben. Hát ide nem kellene festék, de vékonyan lesz, mert hát azért csak ne rozsdásodjon már. Igaz, hogy lehet, hogy le fogja csiszolni a fékbetét, de mindegy, én rakok oda vékonyan egy réteget, aztán ennyi.
felkerült vissza a dobbetét. Dobbetét? Hát nevezzük inkább szőnyegnek. Nem is értem, hogy miért ilyet raktak ide. Felszívja a vizet, aztán rohad az egész autó. Meg én már annyit gondolkoztam, de egyszerűen nem értem az olasz logikát. Raktam új patenteket. Szerencsére volt Suzuki Burgmanom, így van patent egy rakással. Úgyhogy új patentok vannak. Szóval azt nem értem, hogy itt kettő patent van, ott kettő patent van, itt kettő patent van, itt már két csavarra oldották meg, alul két csavarra oldották meg, ott szintén egy patent van, de az már valami bazi nagy vastag patent, szóval olyanom nincs is. Amit kiszedtem, az persze eltört, mert ezeket úgy kell kitépni. Akkor itt egy bazi nagy hosszú csavar volt anyával, rá volt rohadva, természetesen beletört, így ki kellett fúrnom, és megcsináltam patenttal. Na ezt az egyet nem értem, hogy ide minek raknak csavart, mikor semmi más nem fog, csak ezt a szőnyeget, ezt a vékony szőnyeget, és ilyen hosszú csavar volt, és rajta anya. Úgyhogy ki lett fúrva, és meg lett csinálva a patentra. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy egyik helyre patentot raknak, a másik helyre csavart raknak. Akkor miért nem raknak mindenhova csavart, vagy mindenhova patentot? De ne az, hogy vegyesen, komolyan. Ezt nem értem, egyszerűen. Ezt nem tudom megérteni. Hogy itt is mi értelme a csavarnak. Mindegy, most már nincs csavar. Úgyhogy oké. Mehet vissza a lengés csillapító. Ja, meg itt. Itt szintén beletört az egyik ilyen hol van? Ez a üzemanyagcső csavar, ilyen tőcsavar beletört szintén. Jó van, kifúrtam azt is, raktam bele szegecsanyát, hogy majd csavarral ugyanúgy fel tudom akkor fogatni. De hát utána letölt ez a nyomvat műanyag tartó a füle, úgyhogy azt most már ott nem fogja semmi, mindegy. Vagy szerzek ilyen műanyag vackot, vagy így hagyom. Végül is fogja ezer helyen, szóval nem fog leesni. Na, úgyhogy megy vissza a lengés csillapító. Megmostam ezt a rugótányért. Hát ez még a régi, a gyári. Hát ilyet vagy lehet kapni, csak horroráron, vagy nem lehet kapni. Szóval utángyártott nincs. De igazából semmi baja. A szélén van egy kicsit berepedezve. Valahol. Igen, ott hajszál vékonyan, de hát ez még bírja. Sokan nem rakják vissza, mert hogy csak elrohasztja a gátlót. Hát lehet, hogy van benne igazság, de én szeretem úgy megcsinálni az autót, mint gyárilag, úgyhogy én visszarakom. Első gátlóhoz néztem, ahhoz lehet kapni, hátsóhoz nem. Érdekes egyébként. Kapott egy kis gumiápolót, és már is olyan lett, mint az új. Jó puha. Toronyszilent rugó, lengés csillapító.
Ugye ezt lefestettem, hogy tovább bírja. Az új rugó. Rugó összenyomó. Most úgy fogom csinálni, hogy ruhát fogok belerakni, hogy ne vésse szét a rugót. A lengés csillapító. És valahol megvannak az ütközők, meg a porvédő is. Bizony, itt vannak ezek is. Na, úgyhogy rakom össze. Hát most úgy csinálom, hogy befogadtam oda rongyokat, hogy ne vésse le a festéket, és akkor így szép marad. Hát ezt felvenni nem nagyon tudom, mert két kéz kell hozzá, de azért megpróbálom. Sok mi nem fog látszódni szerintem. És kész is van, sérülésmentesen fel lett rakva minden. Csavar meghúzva, én légkulcsot szoktam, addig még alul nem látom, hogy oda felütközik. Hát most nem látszik, mert ott van a gumi. Vagyis ez az ütköző. Ott még nem lehet látni, hogy felütközik. Addig szoktam meghúzni. Úgyhogy szuper kész lett. Most már mehet fel a helyére. Ja, és amit mondtam, hogy ezekre kell figyelni, hogy az ott legyen benne. És fent is. Fent is ott. Hát, oda fókuszál. Úgy. A gátlót pedig felhelyezni egy krokodil emelővel lehet. Alárakod a krokodil emelőt, és akkor ez szépen feltolja a helyére. Így. Onnan tudod, hogy fent van a toronyban, hogyha ez a perem körbe végig fent van. Érdemes bezsírozni, mert akkor jobban feljön. És akkor
Most megy rá. Az a teteje, amit nem találok. Ez megy rá. Ide. Akkor egy felfelé bördülő alátét. És úgy megy rá az önzáros anya. Amit szintén légkulcssal húzok meg. Hát ezt jól elcsesztem. Ez az anya, ez ide kell rá. Így. És utána kell rá ez az anya. És úgy kellett volna meghúzni a rugó össze nyomóba. De hát most itt a helyén csinálom, a krokodil emelővel feljebb emeltem, hogy ne ugorjon szét, és akkor most így csinálom. Úgyhogy ha ez meg lesz húzva, akkor megy ez rá, és úgy megy rá ez a végső anya. Így, néh, meg is van húzva. Oké. Fent van. És most már jöhet a csonkálvány, meg a többi. Itt vannak a felújított csavarok és a felújított tengelycsonk. Ide is gyártottam új csavarokat. Úgyhogy mehet össze. Fent van a tengelycsonk. Még meg kell húzni a csavarokat, aztán jön fel a lemez, csapágy és a többi. És még ez is gyári. Szerencsére ez az autó nem sok vizet látott. Szép állapotú még. Ez is fent van. Most pedig jön a csapágy. Szerencsére ennek olyan a csapágya, hogy ezt csak fel kell kézzel rakni, meg le is lehet húzni. Az újabbaknál már úgy kell préselni. És ezeknek már olyan a csavar, hogy nem kell ütögetni, hogy ne essen le véletlen se, hanem ezek már gyárilag meg vannak úgy csinálva, hogy be vannak préselve.
Ott lehet látni a benyomódást. Ez gyárilag már be van ütve, préselve. Szóval ezt nem kell még ütögetni. Nem akar befókuszálni. Ez is felkerült. Szép halk hangja van. Na itt lehet látni, hogy ez be van ütve gyárilag. És ezt már nem kell ütögetni. Három helyen. Kupakot kellene szereznem, mert nem adnak hozzá. Csak a nagyon drágához. De hát ez se egy olcsó, legalábbis nekem nem. 16 ezer forint. Úgyhogy ennyi pénzért már illene kupakot adni. De hát ez ilyen. És itt van a féknyereg is. Gyönyörűen lefényedve. Szépen felújítva. Vagyis hát igazából ez volt ugye a csere. Vagyis új féknyerget kapott, teljesen új felújítottat, amit meséltem is, és akkor a régit ezt meg becserélték. Szóval ez tiszta új. Ezt a részét lehidegbarnítóztam, hogy jobban bírja. Hát a rugót nem akarta befogni, meg az alumíniumot se. Hát azon van védelem ezek szerint, úgyhogy az bírni fogja. Ezeket befogta. Na, úgyhogy... szép, szép lett. Itt van a tartó része is. Úgyhogy megy fel a helyére. Kicsit sötét van, nem tudom mennyire fog látszódni. Nos, erről beszéltem, hogy a féknyereg tartó konzolt egyszerűbb magába felrakni, mint egyben az egész féknyerget. Ezt így felrakod, két csavar fogja, egy itt, a másik meg amott lent, és akkor ezt felcsavarozod, és akkor ennyi. A fékbetéteket is be tudod így rakni szépen, és akkor utána csúsztatod rá a féknyerget, és akkor így nem sérül semmi. Se a tartó, se a féknyereg. Gyönyörűen forog a csapágy. Semmi hangja nincs. Úgyhogy tökéletes. Mehet fel rá a nyereg. Azért húzódott így el az idő, mert ugye van a csúszka, két csúszka, és akkor az egyik az tiszta féma csúszka, a másik az meg gumis felű csúszka. Na, és akkor én nem jegyeztem meg, hogy hát melyikbe hova kell rakni, vagy melyiket hova kell rakni. És akkor aztán kérdezősködtem, aztán kiderült, hogy hát a gumis csúszkát, azt mindig alulra kell rakni. Ahogy fent van a nyereg, az mindig az alsó csúszka legyen, tehát ez. Nos, össze van rakva, elkészült. Hát még a téli kerék van fent. Még...
Nem raktam rá a nyáriakat, azért is, mert most más csinálok, majd arról is lesz videó. Kapott új kerék, agy, porvédő kupakokat. Na hát erről annyit, hogy ez a vacak gyári, ezt vagy nem lehet kapni, vagy ha lehet kapni, akkor horror áron 6000, vagy hogy is 7000 forint körül van darabja, és ebben még nincs benne a szállítás. Szóval olyan, hát 7, 8, 9, 10, és kettő kellene, 20 000 forint körül lenne a kettő. Bontottat kerestem, azt se találtam. Na most 52 millis az átmérő. Sok keresgélés után elkezdtem keresgélni a neten, úgyhogy 52 millis kerék vagy porvédő kupak. Beadott egy párat. A Ladának a kupakja is jó hozzá. Megtaláltam egy ilyen utánfutó gyártó céget, és akkor annak van ez a Knott kupakja. Na, és itt lesz a lényeg. Szállítással együtt a kettő darab kupak, mert a másik felén is van, hogy akkor egyforma legyen, 2500 forint volt. Úgyhogy, és jóval erősebb, mint ez a gyári vacak. Viszont nagyon nehezen tudtam felrakni, de nem az miatt, hogy nem fért bele, mert 52 millis mind a kettő, megnéztem, hanem ugye ez nem domború, és akkor valószínűleg a tengely vége ideér, és nagyon nehezen bírtam felütni. Szóval ezt vagy úgy kell majd leflexelni, vagy nem tudom, hogyha egyszer ki lesz széve. Bár szerintem szépen le lehetne ütögetni róla, amúgy be van zsírozva is. Mindegy, a lényeg, hogy felment, meg hát én nem is akarom én ezt évekig leszedni, mert új kerék csapágyak is vannak, szóval nem szeretném piszkálni. Az a lényeg, hogy van, jól tömít. Na, szóval itt a lényeg az, hogy nem értem, hogy ebbe a vacaggyáriba mi olyan drága, mikor ez is ugyanolyan fémből van. Úgyhogy így megúsztam 2500 forintból a 20 000 forint helyett. De egyébként, ahogy nézem, hát most nem tudom, ez vagy a külső ütéstől van, vagy a belső, de itt is szerintem hozzáér a tengely. Na mindegy, és akkor a Lada kupak az domború, és akkor hát bánom, hogy nem azt vettem, mert annál valószínűleg nem érne oda a tengely, az szinte majdnem ilyen, csak kicsit magasabb. Ami nem is baj, mert akkor biztos, hogy nem ér oda a tengely. De egyébként ezt sem nagyon értem, mert ez is magasabb, mint ez, és mégis odaér a tengely. Szóval valahogy más a kialakítása. De szerintem a domborúság miatt. De felment, úgyhogy egyébként ilyen pár milliről van szó szerintem. De érdekes, hogy a belseje meg itten be van lapulva, de olyan, mintha érezné a tengely. Na mindegy, lényeg, hogy kész van, úgyhogy ennyi. Ugye új minden, le is van alvásvédőzve, szőnyeg kimosva, új patentok, minden. Hát a másik felét azt majd nyár végén csinálom meg, vagy nyár közepén, nem tudom.
ugye ott már fel van újítva minden, arról is van egy videó, csak annyi, hogy nem homokszórtam le, meg nem alvázt védőztem le. Na most majd megint szétszedem, és akkor kiszedem a futóművet, és akkor lehomokszorom, lealvázt védőzöm, aztán összerakom gyors, arról már nem lesz videó, és akkor így a hátulja kész is lesz, aztán jön az eleje, de hát az eleje az már nem bonyolult, mert az nem is ilyen magas, meg ott nincsen ennyi akadály, egyébként is ennél a felénél volt a legrosszabb, mert itt az üzemanyag, cső, meg minden vacak, a másik fele már az se ennyire bonyolult. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy kész lett. Sziasztok!